Na, hello, hello, hello! Ahogy láthatjátok, még baromi fáradt az arcom, ez így is van, de közben teljes vlogolási lázban élek, ugyanis tegnap, meg így a napokban megnéztem több kedvenc youtuberemnek a napi, meg a heti vlogját, és annyira megjött nekem is a kedvem, úgyhogy arra gondoltam, hogy ma, meg így a következő napokban vlogolni fogok. Igazából számát sem tudom annak, hogy mennyiszer megtörtént már az, hogy otthonról elindultam így, hogy bejelentkeztem, és aztán amikor elmentem valahová, akkor soha nem mertem elővenni a kamerámat, ami hihetetlen, mert már több mint 4 éve videózom, és még mindig borzasztóan szégyenlős vagyok, ha mások előtt kell vlogolnom, de most megpróbálom végre túltenni magam ezen. Most éppen a Dorco Loyalties Royalty jótékonysági kampányának fotózására tartok, aminek az a célja, hogy minél több vakvezető kutya kiképzését finanszírozzák, és tudjátok, hogy nálam a kutya téma az egy ilyen gyenge pont, úgyhogy nem is volt kérdés, amikor megkerestek, hogy igenis én is részt szeretnék venni ebben, úgyhogy most oda tartok, és jöttök velem. Na, a fotózással már végeztem, most már hazafelé tartok, úgyhogy ha ti is támogatni akarjátok ezt az ügyet, akkor ha bármilyen loyalty terméket vásároltok, akkor abból az összes nyereséget a vakvezető kutyák kiképzésére fordítják, úgyhogy szerintem ez egy ilyen tök jó kis kezdeményezés, úgyhogy irány haza! Na, hazaértem. Útközben én beugrottam egy helyre, mert rántottát akartam enni, de meglepő módon délben már nem adnak rántottát. Ami igazából nem olyan meglepő, úgyhogy ma is halászlét fogok enni, vagy halászlevet. Még szerencsé, hogy annyira szeretem, hogy nem tudom megunni. Na, most sikerült felvennem egy videót, egy ilyen kérdezt fruzsit videó lesz, amihez pont tegnap kértem tőletek, hogy küldjetek kérdéseket Instagramon, és tök sokat kaptam, úgyhogy gondoltam, hogy fel is veszem. És egyébként elképesztő, hogy akárhányszor leülök videózni, mindig van valami. Múltkor annyi szirénázó jármű eljött, nem akartam elhinni. Most meg leültem, és az első mondat után a szomszédépületben elkezdtek flexelni, kalapálni és fúrni. Úgyhogy akkor így felfüggesztettem, és akkor most már második próbálkozásra végre sikerült. Úgyhogy ma lehet, hogy ezt így el is kezdem vágni, meg még takarítani akarok, úgyhogy semmi számotokra érdekes, majd holnap jelentkezem. Hello, vlogolok! Na, Kittivel már úton vagyunk, éppen az új S. Oliver parfüm bemutatójára tartunk, és hát picit késünk, de nagyon sietünk. Nem, sietünk. Időközben eljöttünk a rendezvényről, aminek ilyen tök jó kis ilyen barátnős kávézós hangulata volt, úgyhogy nagyon tetszett, és az egész a hüge életérzés köré volt építve, ami egy ilyen dán kifejezés, és igazából az a lényege, hogy az élet apró örömeit is élvezni kell, úgyhogy nagyon tetszett. Aztán már beugrottunk a Pepcóba, ahová mindig elmenjünk a Kittivel, és vettem is néhány dolgot, majd otthon megmutatom, meg közben beszereztem egy ilyen bordó kalapot is, mert az jobban megy a kabátomhoz, így ezt a Pull&Bear-ben vettem, úgyhogy most pedig indulunk haza. Szia. Már megijedtem. Ilyen hideg van, akkor kint vagy bent kell teregetni. Vlogolok. Képzeld. Ja, mit szólsz, hogy elloptam a hivatásodat? Jó. Ilyen hideg van, akkor kint vagy bent kell? Bent, szerintem. Igen? Na, a mai napomat én egy ilyen gyors Instagram live-val kezdtem, most fejeztem be, aztán mindjárt kikerül az új videó a csatornámra, de még picit itt is be akartam jelentkezni, mert múltkor nagyon gyorsan eltűntem. Még elvittem Harryhez a laptopomat, amit ő múltkor újra telepített nekem, de valami még nem volt vele jó, úgyhogy azt is megcsinálta, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki. Meg ígértem, hogy megmutatom nektek, hogy mit vettem a Pepcóban. Na, először is vettem ilyen kis lyukasztót, ami ilyen három karácsonyi kis formában van, és én ezt arra szoktam használni, ha mondjuk valami ilyen terméket fotózok, akár Instagramra, vagy a blogomra, akkor
mellé tudok szórni mondjuk ilyen kis ilyen formájú kis kivágott dolgokat, és ez így tök jól néz ki. Vettem még ott egy ilyen kis világító csillagot, ami amúgy nem egy vörös csillag, mert én ezt a fehér verziót vettem meg, és ezt is gondoltam, hogy így a videók hátterébe jól fog kinézni, így akár egy a karácsonyi témájú videóknál. Elég picike egyébként, de szerintem jól fog mutatni, csak most kell még beletenni egy elemet, mert anélkül nem tudom. Ja, és még a Esz-Oliver rendezvényen kaptam ezt a könyvet, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert már rengeteg helyen láttam, és annyira kis szépek benne a képek is, úgyhogy majd beszámolok róla. Ahogy láthatjátok, már éppen embert faragtak belőlem, túl vagyok a szépítkezésen, ma az Elle magazinmal fogunk fotózni, aminek az lesz a különlegessége, hogy a képek telefonnal fognak elkészülni, méghozzá azzal a készülékkel, ami nekem is van, a Huawei Mate 10 Pro-val, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen képek fognak kisülni, a sminkemet és a hajamat nagyon-nagyon imádom, meg szerintem a ruhák is tök jók lesznek, úgyhogy kíváncsi vagyok. Jó. Valamiért ott a lábad között azt a részt, hogy csillog, arcnak érzékelik. Na, elkészültünk a képekkel, és nézzétek meg, milyen szuper ruhákat kaptam. Nagyon tetszik, még megmutatom hozzá, hogy ilyen tök jó kis metálos cipőm volt. Úgyhogy remélem, hogy majd tetszeni fog nektek is a végeredmény. Na jó, azt még meg kell mutatnom nektek, hogy múlt héten jártam itt, és kiszúrtam ezt a nagyon szuper bordókabátot, és a fotózás után azonnal hanem elrohantam a Reserve-be, mert meg akartam venni, annyira tetszett, de már nem volt se az üzletbe, és a webshopban sem, úgyhogy itt a szuper stylisttal megbeszéltem, hogy én ezt megveszem tőle. Amúgy is most ilyen kisebb bordómániám van, a drágom is bordó, meg a téli kabátom is, úgyhogy ez most így jól fog passzolni a ruhatárban. Na, még mielőtt hazamennék, még gyorsan beugrom most a YouTube ügynökségemhez, ugyanis el kell kérnem a GoPro-jukat, mert ha minden igaz, akkor holnap forgatom a tandem siklóernyőzős videót, amire hát eléggé kíváncsi vagyok, elvileg nem lesz túl nagy cél, úgyhogy csak keveset fogunk tudni repülni, de azért izgulok egy kicsit. Hello! Akkor add az árut, Marci! Miért szeretné olyat, aminek nincs a hátulján kijelző, az olyat, aminek van, aminek nincs, az jobb felvételeket csinálni? Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy elviszem mind a kettőt, aha, mert az egyik a fejemben lenne, a másik meg valahogy a kezembe. Aha. Vagy az embernek a kezébe, mert én nem biztos, hogy merem tartani. Uh-huh. Jó, kitalálunk rá valamit. Na most már mindjárt elkezdem vágni ezt a videót, csak közben még az jutott az eszembe, hogy ez alapján azt gondolhatjátok, hogy arról szólnak a napjaim, hogy az ilyen rendezvényre, meg az olyan fotózásra járok, de az az igazság, hogy sokkal több napom telik úgy, hogy itthon ülök a kis laptopom előtt és azt nyomkodom, vagy épp videókat vágom, képeket szerkesztek, vagy e-mailekre válaszolgatok, de az meg nem lenne túlságosan érdekes az ilyen videókban, úgyhogy próbálom az ilyen kicsit izgalmasabb részeit kiemelni. Tényleg nagyon kísérleti jellegű nálam ez a videó, majd kíváncsi vagyok a véleményetekről, hogy mennyire tetszik az ilyen, és esetleg állandósítsam, legyen-e belőle havi verzió. Most így jó sok minden lesz így decemberben, meg így november végén. Holnap akkor fölveszem a tandemes videót, délután már a karácsonyi videókat kezdem el fölvenni. Hétvégén közönségtalálkozó, hétfőnket szerdán Romániába megyek, de arról is lesz egy külön videó, úgyhogy most sok érdekesség történik, de igyekszem mellette majd vlogolni is, és tényleg kíváncsi vagyok mindenféle visszajelzésre ezzel kapcsolatban, úgyhogy most elköszönök, ez lett volna ez a vlog, köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!